Szeretettel üdvözlök mindenkit, akik megjelent a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján. Mint ahogy azt kiküldtük, sajnos szomorú apropója van annak, hogy meg kellett tartsuk ezt a sajtótájékoztatót, hiszen tegnap előtt a Ferencváros-Újpest derbi, nagyon régi, hosszú időre visszanyúló derbi került megrendezésre, és az a példátlan eset fordult elő, hogy a mezőnyben három, tehát összesen három magyar játékos lépett pályára 22-ből, ezek közül a 20 mezőnyjátékos közül pedig egy magyar játékos volt. Ebben a témában már tartottam sajtótájékoztatót májusban, mikor az Újpest úgy nyerte meg a magyar kupát, hogy külföldi tulajdonosa volt, külföldi edzője és 11 külföldi a kezdőcsapatban. Sajnálatos módon ezek a teljesen abnormális folyamatok tovább gyűrűztek, ezért vagyunk kénytelenek megint egyedüli pártként, a Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként emel ez ellen szót, hogy elmondhassuk azt, hogy védelemre van szükség, tehát a magyar játékosok védelmére van szükség, és a Virradat program részeként hangsúlyos része lesz ez a programunknak, amelyet mindjárt elmondok majd, hogy mit takar. Csak nagyon röviden szeretnék egy kis történeti visszatekintést tenni. Tehát az Újpest ugye 1885-ben, a Ferencváros 1899-ben került megalapításra, és sajnálatos módon az akkori alapítók, elődeink, őseink nagy valószínűséggel forognak a sírjukba, mikor látták ezt a vasárnapi derbit, amikor kiszorulnak a magyar játékosok a saját hazájukból, a saját klubjukból. Amikor megalapították a klubot, ugye osztrák-magyar monarchia volt, majd tanácsköztársaság, első világháború, Trianon, országvesztés, Horthy korszak, Rákosi korszak, Kádár korszak és a rendszerváltás után a 90-es évek eleje, a 2000-es évek eleje, mind-mind meg tudta oldani a magyar sport, magyar sportolókkal, magyar sportvezetőkkel, magyar edzőkkel a működtetését, és nem is eredménytelen módon, ugye a magyar sport kiemelten eredményes, mind az olimpiai sportágakban, mind a labdarúgásban, még hogyha ez egy kicsit időben, egy kicsit régebben is volt. Tehát egyszerűen nem igaz az, hogy ne lehetne magyar játékosokkal megoldani a működtetést. Ugye a Mi Hazánk Mozgalom azt mondja, tehát nem tiltanánk a külföldiek szereplését, hanem előírnánk azt, hogy a bajnokság visszakaphassa nemzeti jellegét, előírnánk azt, hogy melyik sportágban mennyi magyar állampolgárnak kell a pályán tartózkodnia. Ugye a parlamentbe jutásunk esetén a parlament hozhat olyan határozatot, hogy a magyar adófizető pénzéből megrendezett bajnokságokban, a magyar adófizetők pénzéből megépített stadionokban olyan kiírás szülessen, amelyben a hazai magyar játékosok ne szoruljanak ki, mert jelenleg kiszorulnak belőle, és ez természetesen, vagy sajnálatos módon nem csak a labdarúgásra igaz. Kézilabdában például, annak ellenére, hogy a magyar csapat, a férfi csapat legutóbb a világbajnokságon 5. helyezést ért el, a Veszprémbe szinte nem játszik, csapatkapitányunk Lékai Máté már szinte nem kap szerepet a Veszprémbe, Szegeden legalább van 3 stabil magyar játékos, de a keret többi tagja szintén csak külföldi. Kosárlabdában szintén nagyon sokszor fordult elő, itt hadd mondjak pozitív példát is, Stojan Ivkovic, délszláv ember, aki a magyar csapat szövetségi kapitánya, harcolta ki azt, hogy legalább az 5 pályán lévő kosárlabdázóból egynek mindig magyarnak kell lenni a magyar bajnokságban, ezt már meghozta a Kosárlabda Szövetség. Úgyhogy szeretném még rámutatni arra, hogy ugye a Ferencváros elnöke, az a Kubatov Gábor, aki a Fidesz alelnöke, Fidesz országgyűlési képviselője, és a róla elnevezett listáknak ugye, a tulajdonosa. Szeretném akár Orbán Viktor miniszterelnököt is, hogyha esetleg valahogy eljut hozzá ez a kérdésfeltevés, megkérdezni, hogy ő, aki valóban sokat tesz a magyar sportért, talán még az ellensége is vádolják azzal, hogy nem törődik eleget akár a labdarúgással, akár a magyar sporttal. Hogy fordulhat elő az,
hogy az általa is megalapított akadémia például felcsúton rendszeresen több, mint a csapat felét külföldiek adják, és egyáltalán ugye a Kubatov Gábor által vezérelt Ferencvárosban hogy fordulhat elő az, hogy ennyire a magyar utánpótlást, ugye a magyar szülők, akik leviszik a gyermekeiket, milyen esélyekkel rendelkeznek, hogy bármelyik NB1-es csapatba, bármelyik sportágba oda kerüljenek, hogyha teljesen kiszorulnak a játékosok a csapatokból, a magyar játékosok. Természetesen ugye a balliberális oldal ugye mindig sportellenes volt, ha csak röviden idézném, a Momentum ugye úgy tört be a magyar közéletbe, hogy megakadályozta azt, hogy Magyarország régi álmát akadályozta meg, hogy olimpiát rendezhessen. Tehát a magyar szavazóknak, a Mi Hazánk mozgalom azt a részét szeretné képviselni, aki úgy érzi, hogy ez abnormális folyamat, ebbe a zsákutcába tovább nem mehetünk. És tudom, nagyon sok olyan szurkoló van már, aki meg tudja magának magyarázni azt, hogy igen, ez egy természetes folyamat, külföldön ez van, fogadjuk el, hogy teljesen mindegy, hogy a magyar sportot külföldön külföldi zsoldosok, vagy pedig magyar fiatalok képviselik, van már sajnos egy ilyen réteg, nekik rendelkezésre áll, hogy a Fideszre szavazzanak, vagy hogyha teljesen beszántanák a stadionokat és a magyar sportot, akkor természetesen minden magyar állampolgárnak rendelkezésére áll, hogy a balliberális oldalra szavazzanak. Viszont amennyiben úgy érzik, hogy ez tűrhetetlen állapot, akkor kérjük, hogy a szavazataikkal támogassák a Mi Hazánk mozgalmat, parlamentbe jutásunk esetén is, de addig is mindent megteszünk azért, hogy ezt a problémát a felszínen tartsuk, és igyekszünk megszüntetni. Végezetül szeretnék pozitív példát is mondani, hogy ne csak negatív legyen. Múlt pénteken voltam kint a Ludovika csata nemzetközi női kosárlabda mérkőzésen, ahol példamutató utánpótlás nevelést végez Turcsics Sándor és családja, most már fia a Krisztián az edző. Első nemzetközi mérkőzésüket játszották, és egyetlen külföldi volt a keretükben, az összes többi hazai nevelési magyar lány, és egy olyan svéd csapatot vertek meg, ahol tele volt feketékkel, ilyen-olyan színes emberekkel, és körülbelül 2 svéd volt a keretben, és 77-62-re megverték őket, tehát nem igaz az, hogy a magyar sportolók, a magyar játékosok gyengébbek lennének, nem igaz az, hogy az önbecsülésünket így el kell venni, hogy különböző piaci és szakmai indokolásból ilyen mértékben, tehát itt hangsúlyozom a mértéket, ilyen mértékben alkalmaznak külföldi munkaerőt. A Mi Hazánk végezetül, a Mi Hazánk mozgalomnak ez a konkrét javaslata, hogy minden sportágban körülbelül 50-70%-ban kell magyar állampolgárnak a pályán lennie. Ugye ez foci labdarúgás esetén 7-8 fő, kézilabda esetén 4-5 fő, kosárlabda esetén, ahol ugye 5-en vannak egyszerre, 2-3 fő, jégkorong esetében 4 fő a javaslatunk, vízilabda esetében a 7-ből 5 fő, ugye mégiscsak vízilabda nagyhatalom vagyunk, ott lehetünk szigorúbbak, röplabdában pedig 3-4 főt javaslunk, hogy mindenképp a pályán kell tartózkodni a magyar állampolgárként.